otthon voltam a családdal, illetve az edzésprogramot, amit a csapat kiállított egyéni edzésterveket végeztem az erdőben, illetve a kertben az erősítő gyakorlatokat elvégeztem. Azon kívül igazából otthon voltam a kislányommal, feleségemmel is otthon igazából. Akinek kisgyereke van, az tudja, hogy a napi rendszer az ugyanúgy megvolt a karantén alatt is, mint előtte is, szóval unalmas perceim így sem voltak. Annyi, hogy a csapattársakat, a barátokat nem láttam 6-7 héten keresztül. Az edzésekről annyit, hogy nyilván nem a kedvencem a száraz futás, a labda nélküli futás, így az edzéseket, ha nézem, de most ez ilyen kötelező rossz volt, és szinten kellett tartanunk magunkat, hiszen valahol gondolta az ember, hogy próbáljuk majd lejátszani ezt a bajnokságot, és ahogy látjuk, ugye május végén meg is indulunk, szóval ráadásul a klub mindent megtett azért, hogy ugye megfelelő edzés tervel ellásson minket is, és mindenki kapott egy olyan polárórát, ami ugye mér mindent, tehát be volt állítva, hogy hány kilométer per órás sebességgel kell futnod a különböző edzéseken, a pulzusodat mérte, azt is látta, hogy hol futottad pályán, erdőben, tehát mindent le tudtak mérni, és ezáltal minden héten a különböző edzéstervet így össze tudták állítani egyénre szabva. A héten megkezdtük ugye az edzéseket a csapat szinten, tehát mindenki együtt, és nem érzek olyan nagyon nagy lemaradás, hiszen betartottuk ezeket az edzéseket is, és ahogy mindenki megcsinálta, ezáltal az edzéseken látszik is. Folyamatosan minden meccsen megvan, hogy mit követel a szakmai stáb, ezeket csak fel kell eleveníteni. Én úgy gondolom, hogy probléma ezzel nem igen lesz. Nyilván azzal ahhoz kell hozzászokni minél hamarabb, hogy milyen intézkedések lesznek. Azért máshogy kell majd készülnünk. Nyilván mi labdarúgók arra figyelünk majd, hogy az edzésen a maximumot, illetve a pályán a maximumot nyújtsuk. Ugye a koronavírus miatt különböző intézkedések lesznek. Teszem azt, ugye üres lelátók előtt játszunk. Itt is fel kell nőni a feladathoz, hiszen kicsit ilyenkor olyan mérkőzések ezek, mintha edzőmeccset játszanánk, de ugye tudjuk, hogy tétmeccsek. Még profibbá kell fejben majd válni, hiszen több olyan dolog van, ami elterelhet minket fejben. Ezen is dolgozunk ebben a három hétben. Két nehéz meccs, ugye két nagy rivális, nagy múltú klub. Fentebb is állnak a tabellán, nekünk minden mérkőzés most nagyon fontos, hiszen ott vagyunk ott a veszélyzónában a tabellán. Biztossá szeretnénk tenni a bennmaradást minél hamarabb, és ha sikerül, akkor utána valamilyen szinten nyugodtabb mérkőzések várhatnak ránk. De hozzáteszem, hogy ha ezen a két meccsen is túl leszünk, és sikerül pontokat szerezni, utána is jönnek majd olyan mérkőzések, akár hazai pályán, akár idegenben, akik a közvetlen riválisaink. Azok ellen mindenképpen fontos a három pontokat begyűjteni, és akkor nem lehet probléma, de nagyon nehéz 9 mérkőzés vár ránk.